Peru válogatottja 36 év után harcoltak ki labdarúgó VB részvételt, ám az mégis veszélybe kerülhet, ha a dél-amerikai ország politikai vezetése a sporttörvény módosításával állami irányítás alá vonna az ottani futballszövetséget. Az ugyanis FIFA kizárást vonhat, vonhatna maga után. Olasz vagy új zélandi remények ebben az esetben? Gerő Tamás, sportjogászol a kilátásokról. Jó reggelt kívánok, szervusz Tamás. Jó reggelt kívánok. Vágjunk a közepébe, Tamás. Miután felröppent az a hír, kósza hír, hogy akár még Olaszországnak is lehetnének így esélyei, a svédek ellen egy éles pócselejtezőn estek ki, lenne Olaszországnak esélye ebben az esetben? Ebben az esetben ez nem egy reális felvetés, mondhatnám egy kicsit olyan kacsa ízű a hír, de Azért volna egy valóság alapja. Tehát valóban volt egy ilyen javaslat egy perui képviselőasszonytól, de gondolom, hogy ő a sportokban nem annyira jártas. Aztán visszavonásra került, legalábbis azt nyilatkozták Peruban, hogy, hogy ebből nem lesz semmi, és talán jobb is így már, mint nekik, mert hogy 36 év után jutottak ki a futballvilágbajnokságra. Nem az, az igazság, hogy hogy nem eszik olyan forrónak ását, szóval Peru kiutott, Olaszország sajnos hát pedig négyszeres világbajnokról van szó, és utoljára talán 58-ban hiányzott, most nélkülük kell rendezni a világbajnokságot, ami, ami nekem is nagy szomorúság, mert nekem az első világbajnoki meccse, amit amit néztem a televízióban, az a 82-es VB döntő volt, és a Márkó Tárdelli azért, hát azt nem lehet elfelejteni. Na most azért játsszuk végig a jogi utat. Mi történne akkor, hogyha Perúban mégis megpróbálkoznának, és mégis módosítanák a sporttörvényt abba az irányba, ami az állami beleszólást jelenteni, és a FIFA azt mondaná, hogy Peru nem indulhat a világbajnokságon, de lehet ez bármelyik csapat. Milyenkor a szabály csonka világbajnokság, vagy beugróval egészül ki a mezőny, és a beugró honnan jön? Uh, semmiképpen nem csonk a világbajnokság, tehát ilyenkor uh, mielőtt a selejtező sorozat elindul, uh, meghatározza a, a, a FIFA, hogy melyik földrészről uh, hány darab uh, tagszervezet, tehát hány ország indul. Uh, ez úgy néz ki például a 2020-as Tokiói olimpián, hogy a mostani uh, szeptemberi, FIFA tanácsülésen meghatározták, hogy a 16 csapat úgy néz ki, hogy 4 Európa, 4 Ázsia, 3 Afrika, 2 Dél-Amerika, 2 Közép-Amerika és 1 Óceánia. Tehát miután a FIFA hat földrésznek a, a, a tagszervezetei, illetve a, a labdarúgó szövetségei, az ország, országok labdarúgó szövetségéből áll, legalábbis a delegáció az leginkább onnan jön. Gyakorlatilag a földrészeknek a, a nemzetközi szövetségeire delegálják ezt a jogot, tehát ilyenkor minden esetben annak a, a földrésznek a valamely ország a... Ugrik be, ahonnan kiesik a, a, be. Én a, szerintem uh -huh. itt, itt Csille lett volna, vagy valószínű az lett volna, hogy Csillének talán le kell játszani a Új-Zélanddal újra, Na, hát Tehát, gondolom, azért az elég egyértelmű lett volna. volna arra bizonyos pótselejtezőre, ami már ugye interkontinentális Igen. volt. De szerintem akkor ez Csille lett volna, kiben. Én szerintem csillelet lett volna. Egyébként volt egy megismételt mérkőzés ebben a világbajnoki selejtező sorozatban. Nem tudom, hogy emlékszel rá. Dél-Afrika 2 egyre megverte Szenegát, és, és, aztán eltiltották örökre a gánai bírót mert gyakorlatilag egy olyan 11-est adott, ami, ami, ilyen vádli környékére jött a labda, és azt befújta, és előtte már egy másik ilyen afrikai bajnokok ligája selejtezőn is adott egy, meg adott egy olyan gólt, ami teljesen irális volt, és utána újra kellett játszani ezt a meccset november 14-én, tehát nem olyan rég, igaz, uh -huh. hogy az nem osztott, nem szorzott, mert ott Senegal már kijutott Dél-Afrika, ez az egyetlen győzelme volt a, a selejtező sorozatban, de, de, létezik ilyen, hogyha, hogyha, valami jogellenes, vagy akkor újra játszák, illetve a földrész delegálja a, az adott országot. Szóval azért mondtam az elején, hogy Olaszországnak sajnos nincs esélye. Hát azt kizárhatjuk, hogy mondjuk ha ilyen helyzet áll elő valamilyen résztvevő esetében, akkor a FIFA üzleti érdekei ezeket a regionális szabályokat felülírhatják, mert ugye az mondjuk szólhatna Olaszország, vagy az Egyesült Államok mellett például, hogyha azt nézzük, hogy Igen. kik hiányoznak, a piacot biztosítanak, és milyen milyen futball üzlet. És Panama kijutott, ugye. Úrsa nem jutott ki, de Panama ott van, ez azért is érdekes, mert mert azért ha megnézzük a FIFA világranglistát, gyakorlatilag Panama, vagy Szaúd Arábia, vagy akár a korai köztársaság még a magyarok mögött van. tehát akárha a világranglistát nézzük, akkor, akkor olyan országoknak a, a válogatottja jutottak be, akik hát futball szakmai szempontból mondjuk nincsenek a topra. Igen, csak hát ugye itt nem ez számít. Na most egyébként volt-e már rá példa, hogyha visszagondolsz a labdarúgó vb történetében, hogy ilyen jellegű valamilyen ország politikai, FIFA-val ellentétes politikai szabályozása miatt vagy akár másokból kizártak és beugró volt, mert ugye az Európa Bajnokság történetében az UEFA-nál jól emlékszünk arra a bizonyos Dán csapatra, amelyik ugye Jugoszlávia elleni szankciók miatt indulhatott el az utolsó pillanatban az Európa Bajnokságon, és aztán meg is nyerte azt. Igen, hát Rádko Mladicsot most itt élték, ugye életfogytlanyúlani börtönbüntetése hágába. A Délszláv válság az egy olyan súlyos Nemzetközi konfliktus volt olyan súlyos háború volt, hogy én azt gondolom, hogy akkor adott esetben indokolt le. Hát az, az a minden tekintetben, hogy a szankciók is embargó volt, vagyis ez nem tudott nem vonatkozni a sportra. Így van. Egyébként az az érdekes, hogy tavaly megváltozott a FIFA szabályozása. Tehát amíg korábban az volt az elvárt, hogy a nemzetközi szövetség azt várta, hogy a hazai szövetségek, az Adott Ország szövetsége az önállóan függetlenül mindenféle befolyásmentesen működjön, most már ö, csak az indokolatlan beavatkozást büntetik. Tehát hogyha megnézzük azt a 211 országot, ö, ahol, a, a, amely a FIFA tagja, ö, hát azért van egy-két, úgy hogy mondjam, diktatórikus jellegű ö, állam, bizony, ahol bizony. nem hiszem, hogy mondjuk Észak-Koreában teljesen függetlenül működne a, a Futballszövetség. Tehát ezért ezt felismerte a FIFA tavaly, úgyhogy a, a mexikói kongresszuson módosították az ezzel kapcsolatos ö, szabályozást. Vagyis az igort. enyhítették. Igen, enyhítettek. Uh -huh. Ez most azt jelenti, hogy ha indokolatlan beavatkozás történik a szövetség életében. Mondjuk például egy miniszterelnök mondja meg, hogy ki legyen a szövetség elnöke? Vagy leváltja. A, a, a demokratikusan vagy, vagy ha nem is demokratikusan, de megválasztott szövetségi vezetőt indokolás nélkül lényegében, vagy az, az indokot nem fogadja el a FIFA vagy az UEFA. látunk már ilyet Magyarországon. Igen, igen, ugye hát a az első Orbán kormánynak volt egy csattanása az akkori MLSZ elnöke Kovács Attilával, és ott történtek olyan dolgok, ami felvetette azt is, hogy szankciók legyenek Magyarországon szemben. Hát igen, ott, ha jól emlékszem, egy évig regnált Kovács Attila, és aztán 99. februárjában leváltották. Nem, 99. februárjában jött a sportminiszter, és két hónappal később váltották le, és aztán vissza kellett helyezni, és utána szeptemberben már az MLS egy új közgyűlésén megválasztotta dr. Bozókit, ugye, akit már legálisan választottak meg, hiszen, a hiszen a, azt nem fogadta, hiszen akkor az MLS közgyűlése választotta. De az úgy nem megy, hogy, hogy úgy gondolom, hogy nem szimpatikus az elnök, és akkor őt egyszerűen kirúgom. Tehát uh, ilyenkor a FIFA uh, vagy az UEFA uh, közbelép, vagy közbelépne, de ezt azért uh, ma már ismerik a, a, a sportjoggal foglalkozó, vagy a sporttal foglalkozó uh, politikusok is, de az enyhítés az úgy gondolom, hogy reális volt, hát csak hogy ha, azért ha meg is, akarják tartani ezt a nagy taglétszámot. Hát meg ugye azért egy kicsit furcsa volt az, hogy a világpolitikában, az üzlettel azért kart, karba fonva jár a FIFA, ha azt veszük, és ehhez képest rendkívül szigorú akar lenni a tagszervezetekkel. Tag Igen, igaz? most azért saját magával szemben is szigorú volt, mert a, a végrehajtó bizottságot megszüntette, ugye ennek a bizonyos vezetőtestületnek azt hiszem a 24 tagjából 14 elem volt korrupciós gyanú, úgyhogy most egészen más alapokra helyezték, és egy úgynevezett FIFA tanácsot hoztak létre helyette, amely 37 tagú és minden földrésznél van egy női képviselő, tehát a FIFA nagyon erősíti egyébként a női kvótát, és pont néztem, hogy, hogy, hogy például az 20-as női világbajnokságnak a címvédője Észak-Kóra. E -hát. e -hát, és, és hát nyilván idén is indulnak Franciaországba, úgyhogy azért ezek érdekes dolgok, hogy, hogy a politikában mondjuk nem elfogadott államok is. A, a sportban. Hát enyhén meg. szóval megtűrtek. Végül azt mondnak, ha bármilyen ilyen eljárás van, akkor a FIFA jelenlegi szabályozása szerint milyen testület és milyen procedúrával dönt arról, hogy kizár, felfügg, nem indi, nem el indulni egy világversenyen egy országot a tagszövetség gondja miatt. Szóval hogy néz ez ki? Hát amit most... És ne felejtsük, eml... hogy, hogy napokon belül sorsolás van, tehát Igen, pént, csoport sorsolás pénteken, van, pénteken sorsolnak, most már semmi nem fog változni természetesen, Úgyhogy megvan a, a, a menetrend, június 14-én indul a Oroszországban a VB, július 15 -e ig tart. Ahogy említettem, ez a bizonyos FIFA tanács dönthet arról, hogy ha valamilyen módosítást vezetnének be, de hát nyilván az ellen van jogorvoslat is. Ugye a, ha sportjogi ügyben hoznak egy döntést, akkor ma már minden esetben az úgynevezett KASZ, a Svájcban székelő nemzetközi sportválasztott bíróság az illetékes, úgyhogy abban biztos vagyok akkor, hogy mer lenne belőle, ha, ha, bárkit ki akarnának zárni, de én úgy gondolom, hogy, hogy ez ma már oka ok fogyottá vált. Így van, a mezőny végleges, ebbe biztosak lehetünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, Tomás. Én köszönöm a lehetőséget.